A hagyományokhoz híven arató felvonulással kezdődött az augusztus 20-ai ünnepély Tolnán. A felvonulók a római katolikus templomban folytatták az eseményt, ahol a kenyér megáldására is sor került. Ezt követően az ünneplők a Szent István szoborhoz vonultak. Boldog vagyok, hogy újra ilyen sokan itt tudunk lenni a Szent István parkban, és nagyon sokan részt vettek a felvonuláson is, és a kenyérszentelésen is a templomban. Régen volt olyan ünnepünk, amin ennyien részt tudtunk venni, és én azt gondolom, hogy az emberek ugyanúgy, ahogy a kenyérre éheznek minden évben, az új kenyérre, minden évben alkalmat is keresnek arra, hogy egy kicsit összejöjjünk és találkozzunk egymással. És talán az ünnepek, és itt most jelesül az államalapítás és Szent István királyunk ünnepe is egy olyan ünnep, amikor szükség van arra, hogy újból és újból megfogjuk egymás kezét, mi magyarok, akárhol élünk is a világban, és egy kicsit legyünk büszkék arra, akik vagyunk, és legyen erőnk a jövőben tovább menni azon az úton, amit Szent István király kijelölt a számunkra. Én azt gondolom, hogy nincs más út, és azok, akik ezeken a születésnapokon részt vesznek, én azt hiszem, hogy a beszélgetések során az derült ki számomra, hogy mindannyiunknak nagyon-nagyon fontos az, akik vagyunk, és hiszünk benne valamennyien, hogy lesz módunk arra, hogy még legalább 1021 évig itt legyünk a Kárpát-medencében, magyarságunkat megőrizve, és maradhassunk itt Tolnán keresztények, és én azt hiszem, hogy ez az erő ahhoz, hogy járványokat győzzünk le, és gazdasági válságokat éljünk túl, ez az erő szükséges ehhez, és én remélem, hogy mindig leszünk elegen, hogy Magyarország és a magyar nép megmaradjon. Nagyon nagy segítségünkre van minden évben a Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub, hiszen ők azok, akik gyakorlatilag az ízét adják ennek az egésznek. Nyilván ez egy állami ünnep, és az önkormányzat magát az ünnepi részét azt megszervezi, de az, hogy itt évről évre arató felvonulás van, ez a nyugdíjasok érdeme, és nagyon lelkesen, és nagyon, nagyon lelkesek, és nagyon színessé teszik ezt az ünnepséget. Közösen jövünk vissza ide a Szent István Parkba, itt van egy ünnepi beszéd ebben az évben, utána szegjük meg a kenyeret, és kerül akkor utána szétosztásra. És minden évben törekszünk arra, hogy azért valamilyen módon a hagyományokat, tehát egy kicsit hagyományossá próbáljuk tenni. Ebben az évben a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, illetve a Népi Zenekart hívtuk meg, hogy kísérje a felvonulókat, és itt is adjon egy kis műsort. Az 1990-es első szabad választások nyomán létrejött országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek közül Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. Augusztus 20-a a legősibb magyar ünnep. Az eseményen Horváth István Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt, aki ünnepi beszédében többek között elmondta, hogy ez az a nap, amely összekapcsolja Magyarország történetét Európáéval. Augusztus 20-a a magyar nemzet számára az identitást jelenti. Szent István királyunk egy olyan jövőt mutatott számunkra, aminek a helye az Európa, és amelynek a hite az keresztény. És ezt kell megőriznünk, és ezt kell mindig erősítenünk, hiszen annak a nemzetnek van csak jövője, aki méltóan tud a múltjára is megemlékezni. Az augusztus 20-ai rendezvény zárásaként az önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői megkoszorúzták a Szent István szobrot.